üdvözlet, rendhagyó videó lesz ez, egy újfajta content a csatornán, közvetetten fog csak fotózásról, videózásról szólni. A téma az, hogy olvastam egy könyvet budapesti sétákról, hosszú lépés Budapesten, Kuniorczyk Borbála és Merker Dávid tollából. Tökéletes könyv, tényleg annyira tetszett, hogy úgy döntöttem, az egyik sétát meg is csinálom. Ugye több tematiká alapján tartalmaz sétákat, én most a Bauhausos kétnapos túrát fogom megcsinálni és dokumentálni a látott csodákat. Ez nem egy szponzorált tartalom, de hogyha tetszik a könyv, akkor is a téma és a képek, meg a videó, akkor mindenképpen vegyétek meg a könyvet, tényleg rengeteg infó van benne, szuper történetek, sokkal több, amit én most itt bemutatok a videóban. Első megállója a Margit körúti bérházak. Az első világháború után súlyos lakásválság alakult ki, ezért nagy ütemben és kedvező feltételekkel kezdték el a régi vincellér házakat lecserélni nagy, modern, liftes bérházakra. Felépülések után nem sok nyugalmuk volt az épületeknek, a II. Világháborúban véres csaták zajlottak itt is, ha nem is mindig eredeti pompában, de megmaradtak az épületek. A Margit körúton van egy meghatározó épület, a korban irigylésre méltó mozgóképszínház és bérpalota, az Átrium épülete. Kozma Lajos az épület tervezője, így írta le, milyen élmény vár a látogatókra. A nagy, kozmikus asszociációval ható, ragyogásban anyagtalan, világító égbolt nyílás. A vörösség néma határtalansága. A tejútnak nevezett szellőző gyűrű, ahol mint egy levegőzuhany áramlik ki, az előmelegített, megtisztított, friss levegő. Bauhaus lakóházak és lakóépületek egyszerű, tiszta vonalvezetésűek, mentesek a felesleges díszítésektől. Ablakok és nyitott alaprajzok biztosítják a bőséges természetes fényt és a lebegős, szellős belső tereket. Acél, üveg és vasbeton gyakori használata a Bauhaus épületekben hozzájárult az irányzat modern, ipari megjelenéséhez. A séta a Kavics utcai zöld turista jelzésnél folytatódik. Kozma Lajos szerint a mai otthon egyszerűsége és természetessége, a kert és a ház, az ember és berendezésének viszonya mind kompenzálni akarja a termelő életben idegessé vált ember fáradtságát.
Bauhausnak, mint újdonsült stílusnak az országban bőven volt negatív visszhangja. Budapest épületei között nagyon sok az újonnan épült stílusok szolgai utázata. Az újonnan épült házak és villák pedig Budapest legszebb pontjait elcsúfítják. Különösen áll ez a rózsadombra, amelynek csodálatos fekvését minden világváros megirigyelhetné tőlünk. Ezt a veszedelmet a Rózsadombi Egyesület is felismerte, és amint értesültünk, beadvánnyal fordultunk a közmunkatanácshoz. És védelmet kért az új építkezések stílusa ellen, amely gyakran nagyon szánalmas színben tünteti fel a magyar építészetet. Nyomában túra első napja, így ez a videó is most itt véget ér. Ha tetszett a téma, tényleg eszméletlenül ajánlom a könyvet, nagyon szuper. Ha viszont tetszett a videó, akkor kérlek dobj egy lájkot, rengeteget segít a csatornának, iratkozz is fel, hogyha pedig akarsz értesülni a második részről, akkor nyomd meg a kis csengőt is. Áldás békesség, a viszontlátásra!